Hatalmas nagy szeretettel köszöntöm az Encsi Egészségfejlesztési Iroda nevében a kedves nézőket. Szakács Levente vagyok, az iroda vezetője, a mai napon pedig nem lesz más a vendégem, mint a méltán híres Encsi anyukám mondta étterem egyik alapítója, Dudás Szilárd. Köszönöm is a nézőket, nagyon nagy szeretettel, és hát akkor kezdjük a beszélgetést, ugye az egészséges táplálkozásról. Így van, ugyanis az olasz konyha napjának az alkalmából, az Encsi Televízióval, egy közös projekten belül kerestük meg Szilárdot, aki nagy örömünkre igen mondott és elvállalta, hogy egy kicsit beszélgessen velünk erről a témáról. Igen, hát az olasz konyha napját ünnepeljük, ami egy Ugye egy fantasztikus dolog már abban az értelemben, hogy a, hogyha a magyarokat megkérdezzük, és statisztika alapján a magyar konyha után az olasz konyhát említi mindenki másodiként, mint kedvenc konyhájának. Úgyhogy nagyon, sok, nagyon sokan ismerik a konyhát, nagyon sokan használják a mindennapokba, ami fantasztikusan jó dolog, és ugye másrészt viszont azt, hogy nagyon egészséges. Ugye ez, ez egy nagyon fontos, nagyon sok friss alapanyagot használnak, itt a fűszélevényekre gondolok, nagyon sok olyan terméket használnak, ami magas színvonalon, ami nagyon-nagyon jó forrásból érkezik, és ugye ezt nem csak a nagyon magas színvonal létermek használják, hanem ez beszivárgott a családokhoz itt, és ugye ezért van az, hogy a mamma, amit főzött, ugye mindig azt emlegetik, és hogy ez mindig milyen finom, és az mindig milyen friss, ugye, mert oda is ugyanúgy beszivárogtak a nagyon magas minőségű alapanyagok. Szóval, ahogy említetted, beszivárgott az olasz konyha a magyar társadalomnak a mindennapjaiba, az életébe. De én úgy tudom, hogy ti nem csak olasz ételeket készítetek el itt az étteremben, hanem magyarosabb ízekkel is operáltok, úgymond. Mi a jellemzőbb a vendégkörötök, melyik ízvilágot kedveli jobban a magyarosat, vagy inkább az olasz ízvilág? Hát, hogyha meg kellene határoznom azt, hogy melyik konyha az erősebb, nyilván ezt így nagyon nehéz. Azért, mert. Nem valahol össze lehet hasonlítani a két konyhát, de nem érdemes. Tehát, hogy ezt ketté kell választani. Mi azért mondjuk mindig azt, hogy mi két lábon állunk. Az egyik lábunk ez az olasz, ugye, hogy mi kint éltünk Olaszországba, és onnan hoztuk ezeket az ízeket. Ez a, a másik lábunk pedig a magyar konyha, hiszen Magyarországon tanultuk a vendéglátás, magyar alapanyagokból dolgozunk lehetőség szerint. ugye ja, a konyhai része gondolok ilyenkor, tehát hogy ezt a két lábat, ezt, két teljesen külön mindig nem kezeljük egybe. Viszont a magyar alapanyagok ugyanúgy lehetnek kicsit, hogyha megcsavarjuk akár a pizzán is, mert miért ne lehetne használni, egy jó sonkát például Magyarországon készül, azt lehet használni pizzára. Vagy ugyanígy fordítva is, hogy miért nem lehet az olasz konyha mentalitás, talán az nem konyha technológia, mert az mindenhol megvan, az ez a mentalitás, amivel ugye elkészítünk egy alapanyagot történetesen, most ha ki kell emelnem egyet, egyik ilyen emblematikus fogásunk a pacal, ugye, hogy a magyarok is eszik a belsőségeket, ugye ezek ugye a pacal, de ezt ugye mi pörköltösen készítjük, hagyományosan a magyar módra, elindítjuk egy, egy paprika hagy, pörkölt alappal, és ugye elkészítjük. Itt ugye van benne egy kis mentalitás különbség, addig, amíg pacal a pacal, az csíkozzuk, de onnantól kezdve teljesen megváltoztatjuk az elkészítési módját. Itt friss fűszereket, friss fűszernövényeket, friss zöldségeket, és sütőbe készítjük, ne, nem használom paprikát, hagymát, ugye van De azért mondom, hogy nem szabad összehasonlítani a kettőt, mert a teljesen különálló, bár hasonlít, vagy hasonló alapanyagokat használunk, de ezt nem szabad. Hát, hogyha most én nem is mennék bele nagyon ebbe, hogy a százalékos arányba több az olasz, vagy több a magyar, azt mondom, hogy win-win, 50-50 következő kérdésem az lenne, hogy ugye most említetted, hogy az alapanyagok nagyon fontosak. Mit gondolsz egy igazi olaszos ízvilág ide ense. Mi a fontosabb? Az, hogy eredeti olasz alapanyagok, vagy az eredeti olasz recept? Nyilván mind a nagyon fontos. Ugye a, a receptekben benne van a tradíció, azt nem lehet elfelejteni. Tehát ugye az fontos, az kell hozzá. Innentől kezdve ugye jön, előjön az alapanyag. nagyon egyszerű, mindig azt szoktam tanácsolni, hogy, hogy ugyanazt a, a süteményt, amit vasárnap elkészítünk a családnak, vagy ugyanazt az de csak maradjunk a desszerteknél ugyanazt a desszertet el akarod készíteni a készítsd el úgy, ahogy szoktad vagy készítsd el úgy ahogy édesanyád, vagy nagymamát készítette, már a tradíció maga megvan, hogy begyúrok, csak nem előtte valóna, nem hagyom hogy meg kelljen, szépen lassan kelljen, hanem már több élesztőt használok, már gyorsítom az eljárást, nem ugyanazt fogom kapni, tehát innentől kezdve ugye és ilyen még pontos az alapanyag, hogy mit teszünk hozzá, mert lehet használni egy bizonyos alapanyagot, de lehet használni egy magasabb minőségűt. Tehát hogyha mind az alapanya, és mind a tradíció, mind a recept, hogyha az egyezik, és hogyha jó, akkor a végtermék nagyon-nagyon jó lesz. De addig nem tudom bebizonyítani, még otthon nem próbálja ki, hogy hogy mi a közt a különbség. Azt, hogy gyorsan keresztek valamit, délelőtt és már délbe ebből sütemény van, vagy előtte a belegasztom, hűtőbe kelesztem, más alapanyagot használok hozzá, más csoki tölteléket, lehetne sorolni a végtelenség, és utána azt, és az ezt kettőt kiteszem, és megkóstoltatjuk a család, és azt mondjuk, nem, majd, nem, én, én nem mondom el, hogy mi a különbség, hogy dönts el a család, akkor ki fog jönni az hogy az alapanyag milyen fontos. Szóval említetted, hogy maradjunk a desszerteknél, akkor most egy desszertes kérdés szeretnék feltenni, maradjunk a desszerteknél. Ugye az olasz desszertek közül nagyon ismert a tiramisu, pannakotta. Mi a jellemző nálatok? Inkább olasz desszerteket szoktatok felhasználni, illetve felszolgálni, vagy inkább magyaros desszertekben utaztok? Tudom, hogy a, hogy a, a hölgyek csinálják a családból a desszerteket, ők a cukrászmesterek nálatok. Melyikeket preferáljátok jobban? Abban szerencsés helyzetben vagyunk, igen, ahogy említetted, hogy a, hogy a feleségeink a, a cukrász részének a vezetői, és ő kísérleteznek ki nagyon sok desszertet. Az, alap, az öt alapdesszertünk, ami az étlapon van, az egy, hát több mint tíz éves, de mondhatok nyugodtan, 15 évet is, hogy fent vannak. Ez egy említett a tiramisu, a panna cotta, ugye ez képviseli az olasz vonalat, van egy madártej, ami képviseli a magyar vonalat, van egy amerikai, van egy sajtortánk, a New York Cheesecake, ugye ez képviseli az amerikai vonat, ugye már uh, dolgoztak kint, Szabolcsék Amerikába, és van egy csokis sütemény, amit amit mi csoki hívunk, ugye csoki indult el akár, de hát Pite, de, akár magyaros, lehetne magyarosnak is nevezni, maradjunk annak, hogy legyen az is magyar, nevezzük magyarnak, úgyhogy van két olasz, egy amerikai két magyar. Ez az öt desszertünk fent van nagyon-nagyon régóta, ezt nagyon szeretik az emberek. Itt ezek mindig átesett különböző módosításokon, de a módosítások az annyiban lett, amit, amit említettem az, a, a desszert készítésnél, hogy mi is változtattunk róla, változtatunk benne alapanyagot, és teljesen másképp jött ki. Tehát folyamatosan próbáljuk emelni ugyanannak a terméknek a színvonalát, a minőségét, és innen ezt érzik is a vendégek, mert még, hogy ez most sokkal jobb, ez sokkal jobb, ez sokkal jobb. Ez az öt desszert, ezen kívül vannak a napi ami mindig magyar. Ezt természetesen kicsit ilyen idény jelleggel, kicsit ilyen ünnepi jelleggel, ugye most a, ugye a, itt a téli időszakban a Mákos volt fenn, de ugye egy rákóczi túrós, ugye egy citromtorta, ugye egy, egy krémes, egy házi krémes, ezek mind még megjelennek, plusz desszerként a napi ajánlatba a táblán. Ugye mi egészségfejlesztési iroda vagyunk, ezért egy kicsit térjünk ki arra is, hogy nem mindenki ehet meg mindenféle desszertet, ugye. Vannak cukorbeteg emberek nálatok, van-e az étlapon olyan, vagy mi az az étlapon, amit legjobban olyan embereknek ajánlanál, akik valamilyen cukorproblémával küzdenek például, és szeretnének nálatok egy jó tenni? Hát nyilván nagyon odafigyelünk ezekre, hiszen ezek már ilyen mindennaposok. Amikor először ö, találkoztunk egy-egy ilyen kéréssel, hogy ö, laktózmentesen, gluténmentesen, vagy bármilyen ö, intolerancia ö, van a vendégeknél, akkor kicsit ilyen első ilyen, ilyen, ilyen hogy is mondjam, ilyen nagyzolásnak tűnt, vagy nem is tudom, hogy nem értettük, de beszélek jó régről, nem 20 évvel ezelőttről, 18-20 évvel ezelőttről. Nyilván azóta minden nap én benne van. Bennem. Alapvetően próbálunk az konyhába úgy dolgozni, hogy elkerüljünk mindenféle keresztszennyeződést. Ez nagyon fontos. Úgy gondolom az egyik ilyen csoportja a vegán, amivel ugye mi nem vegán étterem vagyunk, ugye egy picit nehezebb, mert ugye rengeteg vajat, rengeteg tejszínedronálati <coughs> dolgot használunk, ami úgyhogy hogy egy vegán nemet, talán az egyik legnehezebb. De arra is próbálok odafigyelni, van kettő-három olyan fogásunk, amit hogyha valaki, de nem jelzi előre érkezés, és a vegán, akkor is tehát, tudunk segíteni. A laktóz és a glutén az már szinte ilyen rutinszerű, az, az megy. Van egy desszertünk is, egy sajtortán. A sajtortát alakítottuk át, hogy gluténmentes, laktózmentes, egy tejcukormentes, és nincs hozzáadott cukor, tehát így a cukorbetegek fogyaszthatják sőt, Fogyasszág is előszeredette. hogy ezek minden napokban ezek benne vannak. Sok olyan étel van az étlapon, ami párosítva van olyan körettel, meg van egy kakaspörkölt, vargányokon más galuskával, de ugye, ahogy említettem, nem egy helyen készült, tehát nincs kereszt szennyeződés. Innentől kezdve, hogyha valaki kakaspörköt akar lenni, de gluténes, akkor a köletet ki tudjuk cserélni, és tudunk hozzárendelni olyan köletet, amit meg tud enni. Vagy ugyanez a laktózos is, hogy most vagy a zöldség, de a vajat ugye nem készítjük el, a szendésről készítjük, és azt kicserjük a vajat olívaolajra, és akkor egyből ugye már nem laktózos is tudja enni. Tehát erre ez, a laktózis, a glutén az azt úgy gondolom, hogy az a, az a így most már az egyszerű kategóriába tartozik, azok, azok, azok már rutinszerűen meg. A vegánnal vannak ilyen kisebb problémák, hogy ez nem vagyunk teljesen ö, vegán étterem, meg hogy az is hozzátartozik, hogy egy séf ö, megálmodja azt az étel ízvilágában, tárolásában, mindenben, és ugye azt nyilván el lehet készíteni, de már nem lesz olyan. Tehát, hogyha most be kell mutatni az éttermet, hogyha ide érkezik valaki, és ott mondja nekem, hogy ő, két-három tányérba mutassam be neki az éttermet, vagy ez vagy mutassam meg, ez anyukám mondtát, akkor azt csak úgy tudom bemutatni, ahogy mi meg álmodtogazgat az étereket, mind a tányérma, ízvilágában, mindenben. Hogyha azt idézőjelben sérül, hogyha ki kell bennem belőle valamit, az már nem ugyanaz lesz. Sokkal nehezebb bemutatni. De fel vagyok erre is készülve. Mindig azt szoktam mondani, hogy ha előre tudunk róla, és ezeket előre jelezik a vendégeink, akkor erre jobban fel tudunk készülni, és akkor sokkal jobban meg tudjuk mutatni az mondta. Ugye említetted, hogy éltetek kint huzamosabb ideig Olaszországban, a Jótrom ez a 90-es évek környékén volt. Mennyire volt akkor már jellemző az olasz társadalomra az, hogy egészségtudatosan éltek vagy étkeztek, mennyire figyelnek ők, mennyire mértéktartóak valójában az olaszok, hogy mégis mindenki úgy képzel el őket, hogy egy nagy család össze egy nagy asztalnál meg van terítve az asztal, temérdekféle érdekféle, féle étel, nem mennyiségbe, és akkor jó hangosan egymással beszélve, jókat iszogatva, egy jó nagy lakomát csapnak. Ez, ez tényleg így van-e, vagy jellemző -e rájuk? Persze, természetesen, de itt is nagyon nagy a hasonlóság, mert hogyha egy vasárnapi ebédről beszélgetünk, ahol összejön a család, és ugye minden gyerek haza jön, minden oda odaérkezik, tehát ott van X generáció, akkor az egy nagy asztal. Ugye a nagyi, vagy, vagy mama főz, ugye ott is terül-terül asztalkában, mert ha végignézzük, hogyha ha elkerül a tyúkusleves, ami belefőtt, az is az asztalon van, aztán utána jön a, a másik fogás, ami, vagy ugye mi a rántott dolgokat magyarok nagyon szeretjük, de ugyanez az olasz is. Hát nyilván neki is a hétvége, az ö, ö, egy ünnepnek számít kvázi. A, a, az étterem életében a legfontosabb napok a hétvégék, mert ugye akkor gyűlik össze a család, akkor érkezik nagyobb tömegbe, eh, nagyobb tömegbe az emberek. Tehát a, ugyanúgy megterít az nagy asztalt, így van feltéve rá minden, ugye teljesen más eh, a, az, a, a, fogyasztás, hogy a, ugye náluk van egy minimális megengedett alkoholfogyasztás, hogyha megiszik valaki egy pohár bort, egy vacsoránál, vagy egy sört, hogyha megállítja a rendőr, hogy nyilván ebből nem lesz semmi problémája, mert van egy minimális tolerancia. Tehát ugye ez vele járó annak, hogy egy pohár bor is felkerül az asztalra, vagy egy sör felkerül az asztalra, és úgy fogyasszál kell ezt a ebédet, vacsorát. Nagyon, sok, nagyon, nagy a hasonlóság ebbe. Hát igen, persze természetesen nagyon egészségtudatosan, ugye említettem, ahogy Magyarországon és ott Olaszországban is sokkal korábban beszivárgott a családokhoz a magas, minőség, magas jó minőségi alapanyagok. Tehát ugye nagyon-nagyon odafigyelnek. Tehát, hogyha most megnézzük a, a Olaszországba, ugye nyilván nézzük az embereket. Hány elhízott ember látunk? Hát kevesebbet, mint nálunk, én úgy gondolom. Így van, tehát kevesebbet, mint nálunk maradjunk ennyibe, és akkor nem bántunk meg senkit. Tehát ugye akkor ez azt jelenti, hogy odafigyelnek. Totál más az étkezésük. Ugye náluk a reggeli ez a kapucsinó briós. Ezzel ugye állna. Aztán 11 órakor indul az ebédön délbe, de az ilyen, ilyen egyszerűbb, egy tésztaétel, vannak rengeteg étterem rá, hogy délben nincs alakart, csak üztetnek Három primi piatti, három szekundó piatti. Náluk a primi piatti, ugye, nálunk a leves, náluk a tészta. Az, hogy most ez egy paradicsomos nyok, egy paradicsomos tiszta, egy ilyen nagyon egyszerűbe, ilyen basicbe. Ugye kis adag, és erre lehet kérni egy, egy szelet húst, egy salátával, nem nagyon bonyolítják túl, egy ilyen, nagyon könnyű az étkezés, mert ugye a napnak a, a, a másik része, ha a munkáról beszélünk, akkor teli hason, nem érdemes dolgozik. Az oroszoknál főétkezés a vacsora. Mindig a vacsora a főítkezés. Ennek több, megint ugye hétköznap is összegyűlik a család, de jellemzően hétvégén, mert amikor összejön több generáció, nagyasztal, megterítve, meg tudnak inni egy pohár bort, nyugodtan, ha vezet valaki, ha nem vezet, tehát náluk ez azért ezt tolerálják az égvilágos semmi gond. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy -nagyon a hasonlóság a magyaroknál is, hogy a hétvégén, hogy a család, akkor itt is terülterű terül, -terül asztalkám, a nagy húsleves kitéve, ami belefőtt atyúk, a töltelék, a zöldségek. Tehát ugye itt ez itt nagyon nagy itt a párhozam. És nyilván, hogyha beszélgetünk a minőségről, akkor a magyarok is, hogyha azért, hogyha egy kapirgálós csúkból készítek be ezt a húslevest, vagy hogyha volt disznóvágás, és ugye saját malac, és ugye abból azt, hogy, hogy tápláltam, ugye az, mit evett, utána abban, hogy milyen lesz a húsa, tehát ezt szét lehet bontani, is, de hogy ha valaki erre figyel, nyilván akkor odafigyel a minőségre. Ahogy említetted, a Olaszországba minimális szinten engedélyezett az alkoholfogyasztás, és utána még autóba tudnak ülni, el tudnak menni ából b -be. Magyarországon ugye ez nem így van. Úgyhogy, ha már itt kitértünk egy kicsit az alkoholra, akkor térjünk ki az olasz tradicionális alkoholokra. Ugye nálunk is megvan a magunk borvidéke, több is van, jó borjaink vannak, jó pálinkáink vannak, ott az unikum, illetve nagyon sok magyar ital sorolhatnánk, hogy mik vannak tradicionálisan. Vajon egy olasz, egy 50 fokos házi pálinkára mit mondana? Erős lenne neki? Miket isznak ők? Ez egy nagyon jó kérés, és itt is van nagyon sok hasonlóság. Ugye a Cvak család a Bolgeribe élt nagyon sokáig, úgyhogy az unikumot az olaszok az ismerik és szeretik is. De nem csak az unikumot, nagyon sok keserű likőrt fogyasztana. Amaro Montenegro-t, Csinárt, ami csókából készül, Fernet Branca, Jägermeister unikum. Tehát, hogyha bemész egy bárba, szerintem 10-ből 9 biztos, hogy lesz unikum. Tehát nagyon-nagyon erős a, 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 kötődésük az unikum az a keserű italokhoz. A, hozzátartozik a tradícióhoz, hogy igen, hogy ihatnak vacsora közben megijednek egy pohár bort. Ugye ezért vannak ilyen asztali borok, ezek ilyen nagyon könnyű, alacsonyabb alkohol tartalmú, ilyen könnyű, jóívású borok, amiket meg tudnak inni, vagy akár egy pohár sört. Mert ugye ez a, a minimális alkoholfogyasztás és segít az emésztésbe, hogyha úgy nézik. Ugye a kávéfogyasztás az nagyon erős nálunk. azért érdemes megemlíteni a kávét, ugye, mert teljesen mindegy, hogy ha ők 8, 9 vagy 10 órakor vacsoráznak, is isznak egy kávét. De a kávé elkészítési módjában, ugye, mert sokan mondják, hogy nem iszok kávét három óra után, négy óra után már nem tudok aludni. Az oroszok mégis isznak, mégis jókat alszanak, és mégis segít nekik az hogy Ugye ez egy olyan folyamat, amit ugye, ugye meg kell érteni, hogy az emberi szervezetek majdnem mert szüksége van rá, mert ugye, hogyha a vacsora főétkezés, hogyha akkor eszek többet, utána már nem meg sehová, esetleg lefekszem, akkor teli gyomorral nem jó lefekvő, ugye csak azt hallott, hogy lefekvés előtt két órában ne egyél, stb, stb. 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 mert ugye nem jó, ne dolgozom feleslegesen a gyomrod, meg, a, stb, stb. stb. Tehát ugye, és mégis milyen érdekes, hogy az olaszok, vagy ezek a mediterrán országokban mégis nagyon eltoródott a vacsoraidő, tehát 8 óra után, 9 óra után mennek vacsorázni, és a végén megisznak még egy kávét is, mert ugye segít. És a kávéba tesznek egy egy pici alkoholt, és itt jön elő az, hogy, hogy mi az, hogy valaki keserű likört, valaki az ánizsos vonalat, egy szambuka vonalat kedveli, vagy előkerül ugye a grappa, ami egy törköly pálinka, tehát isznak pálinkán, van a pálinkák is, de, de én nagy visszaemlékszem, a grappa volt az, amit, amit előszeretettel fogyasztottak. Azt is, hogy egy centet vagy a kávéba, vagy hogyha elfogyasztották a kávét, kvázi kiöbítették a csészét ezzel a egy cent, két cent, vagy keserű likőrvel, vagy egy ilyen ánis vonalra, egy szambukával, vagy egy grappával, és kvázi elősegítette elősegít az emésztést. Tehát ugye ennek ez a szerepe nem az feltétlenül, hogy, hogy, hogy ittasan vezessenek, szerintem az eszükbe semmit. Örülök, hogy felvetetted ezt, hogy, hogy ők éjszaka esznek, mégpedig azért, mert én, én nagy rajongója és, és követője vagyok a Warriors Dietingnek, az a harcosok étmennyének, ami pont arról szól egyébként, hogy napközben minimálisat tegyünk, inkább természetes alapanyagokat, főként nyerset, ami, ami még ugye olyan étel, milyen szép a magyar szó, hogy étel élet, amiben még benne van az élet. Tehát napközben hogyha azért is harcosok létrejön, mert ugye rá gondolunk egy római gladiátorra, vagy bár, bár, bárkire egy légiósra, hogy a napközben ők meneteltek, maximum annyit csipegettek, hogyha ott találtak egy, egy, olajbokrot, és akkor leszették a bogyót, vagy bármit, akkor azt meg tudták enni, esetleg egy kesúdiót, vagy bármit, amit találtak, meg, megállni nem álltak, ugye meneteltek egész nap. Azonban nagy hagyomány volt a harcosok körében, hogy éjszaka, úgymond lefekvés előtt egy, közös asztalnál egy jó nagy lakomát együtt rendeztek, és utána az, ez teljesen átállt rá az idegrendszer is. Tehát ugye, amikor az ember nyomra üres, akkor beindul ez a ösztön, teljesen szimpatikus idegrendszerben van, éber az ember, nem fáradt, és gondolom Olaszországban is, emiatt az emberek sokkal éberebbek napközben, mert tudjuk, hogy mi az a kajakóm, amikor jól belakik az ember, akkor teljesen paraszimpatikus idegrendszerre átváltunk, fáradtak vagyunk, nyúzottak vagyunk, úgyhogy én is a kedves nézők közül teljes mértékben azt ajánlom, hogyha valaki azt érzi egész nap, hogy valami, valami, miatt fáradt, folyamatosan kimerültnek érzi magát, akkor nézz át az étkezését, az aznapit, és abba keresse a hibát. Biztos vagyok benne, hogy van igazság, hogyha most itt a, a, az olasz, csak hogyha az olaszokat nézzük, vagy ezt a évet, tehát ők is ezt képviseli. Azt nem tudom, hogy ez mennyire, mennyire de, de tudatosnak biztos, hogy tudatos. És hogy mennyire harcos a kétrendje, vagy mennyire mentek vissza, de biztos, hogy ez beleépült a társadalomba. Ugye, hogyha most a légiót említetted, tehát valahol ez egy öröklődött apáról fiúra szállt, hogy nem délben szentel magam után, nem tudom, hogy inkább a főítkezés náluk. A... Nekünk nagyon furcsa volt, amikor mi kikerültünk, 1990-ben mentünk ki, és ugye, hogy át kellett nekünk állni erre a Tehát, hogyha én, én úgy tudtam csak dolgozni, hogyha volt kalória. Ha nem volt kalóriám, tudtam dolgozni. Igen, nem, de ugye délben letettek el egy tányért tésztát, felnéztem, hát mondom, elsőre, hát hú, ezekkel végmondom a napot. De aztán persze idővel átálltam rá, és, és, sokkal jobban éreztem magam. Tehát biztos, hogy van alapja, és, és és igazság bennem, hogy a, a, táplálkozás nyilván ez, egyértelmű, hogy, hogy hogy így működnek, és ők így, így rakták össze az étrendjüket, és ez, és ez sokkal jobban működik. Tehát, hogyha csak megnézzük a, mondom magát a társadalman, akkor, akkor, akkor el lehet gondolkodni, hogy hol hibáztuk el. Beszélgetésünk során már tértünk ki a tésztákra, és szerintem a legtöbb embernek az Olaszországról ez jut eszébe, hogy Olaszország tészta. Mit jelent az, hogy egy tészta al dente? Vagy ez a kifejezés, hogy al dente, ez, ez egy főzési mód a tésztának, hogy hogy készítene a tésztát. Ugye Magyarországon mi hajlamosabbak vagyunk puhára, vagy inkább azt mondanám, hogy szétfőzni a tésztán. Az al dente azt jelenti, amikor azt mondod, hogy al dente van, amikor kibeszed egy tésztát, hogyha ezt ketté harapod magát a tésztán, vagy ketté vágod egy késsel, akkor lenni kell benne egy karikána. Kvázi olyan, mintha félig főznéd meg al dente, hogy egy picit ilyen roppan a tésztának, van a tésztának, tartalma, tehát van miben beleharapni, van textúrája a tésztának. Ez az al dente. Ha ezt szétfőzöd, akkor, akkor, akkor kvázi a el, az egészet, egy ilyen pépet kapsz. Itt ezt nem tudod, mert még mindig benne van egy liszt, a kvázi ilyen, azt hiszem, kétharmadik főzzük a tésztát. Így a leghelyesen nem félik, hanem kétharmadik. Megvan főve a tészta, van rajta egy főt de még azért van benne egy, egy, egy nem megfőtt réteg, és így lehet dente, egy picit, picit e, ilyen roppanósabb a tészta. Beszéljünk egy tap, pizzákról, ugye? Ez is a másik Olaszország, akkor pizza. Van-e olyan feltét, ami náluk szentségtörésnek számít, mégis úgymond nálunk magyaroknál mondjuk elterjedt, vagy akár nem is csak magyaroknál, mondjuk az egész világon elterjedt, hogy ezt feltétként használják, de Olaszországban azt mondják rá, hogy jaj, jaj, az, az semmiképp. Természetesen van nagyon sok uh, szabály, vagy így mondjuk, sőt ezt le is írták, le is fektették, de ez csak a nápolyi pizzára igaz. Tehát, hogyha meg kell különböztetünk, különböztessük meg a pizzákat, ez az első. Ugye van a nápolyi, nápolyi típusú, és van a római. A nápolyinál vannak szabályok, amiket lefektettek, hogy csak bivaj mozzarellából készülhet, csak szám a paradicsomból. Ugye megvan a klasszikus, a marinára, a margarita, a capricciosa. Megvannak azok, azok az alap pizzák, amikor megvan az, hogy mit mivel lehet. Megvan az hogy mit mivel nem lehet de most ebben nem menjünk nagyon hosszú a sor, tehát ugye megvan az alap, hogy milyen lisztből, milyen sajttal, milyen paradicsommal, így ez, ez lett a nápai. A római, a, a, római pizzának a kialakulás, ez egy nagyon érdekes történet, ugye nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen, amikor a pékségekbe jártak, és ugye nem volt ilyen... <kül> <kül> fillér, vagy úgy mondjam, mint a forintnál, a fillér, az alaszoknál ez nem volt meg, és ha visszajárt valami, akkor ezt tésztába pótolták. Sütött a pék egy hatalmas nagy ilyen lapos tésztán, és akkor abba a pótolta, amit kentek rá egy kis olajat, vagy egy kis rozmaringgal megszórták, egy friss rozmaringgal, ezt megsütötték, és hogy ezt tették hazafelé, ezt meg tenni. kávé ilyen, ilyen visszajáró volt a tészta. És ugye ez lett a... De hogyha végignézzük a, a pizzának az eredetét is, akkor valahogy így alakulhatott ki, hogy ez délen Róma alatt, Rómától lejjebb ugye kialakították ezt a lapos kenyeret, de hogyha végignézzük Európában az országokat, nagyon sok helyen van lapos kenyér. Tehát a görögöknek a pitája, vagy elkezdhetnék soron lehet a itt végig menni. Kenyelángos is. is. a magyaroknál így van, nagyon helyes. Tehát ugye nagyon-nagyon sok van, és kezdve, ugye kezdve, hogy az felkerült az észak országba, és ugye elterjedt az, hogy tettünk rá paradicsom, sajtot, stb. stb. Ugye, én maradt ez a nápoly. A rómainál annyival jobb vagy könnyebb a helyzet, hogy nincs szabály nincs megkötve a kezed. Tehát itt innentől kezdve kvázi a séfen múlik, a pizza jólon múlik az, hogy, hogy mit mivel párosít, hogy mi mivel áll össze. De hogyha jobban belegondolok, hogy van egy fantasztikus tészta alapunk, ami nagyon jól elkészített, nagyon jól megkeresztett, nagyon jól megsütött, kvázi mit nem lehet rátenni egy jól elkészített kenyérre, egy szelet kenyérre? Az olasz konyhát, hogyha végnézzük, az olasz konyhának az egyszerűsége az, ami, ami nagyját tette. Tehát, hogyha veszünk egy pizzát, veszünk egy tésztát, és veszünk egy délutáni bruskettát vagy egy szendvicset, ebbe minden a négybe ugyanazokat a feltéteket tudjuk rakni. És minden négy fantasztikus lesz. A pizzára leteszek egy mozzarellát, egy, egy számárcánó paradicsommal, van egy margaritán megsütöm. Fogom, ezt egy tésztával, megfőzöm a tésztát, al dente, elkészítem, paradicsommal a tetére teszek egy kis sajtot, elkészül. Fogok egy bruschettát, ugye ami bruszketta kenyer, tulajdonképpen egy pirítós, vagy ha ezt készre csinálnak, felszeretelem, ugyanaz. Vagy fogok egy szendvicset, egy paninón, beleteszek egy szép szelet mozzarellát, egy friss paradicsommal, ha nem is melegítem meg, vagy beteszem még egy kontagrébe, megmelegítem, ugyanaz. Minden négynél ugyanazt a két feltétet használtam, és minden négy fogyasztható. De ugyanezt soroltam a végtelésségünk most, hogy a tőke alatt használom, rá tudom tenni. Ha szardella filét, rá tudom tenni. Kapribogyó, olíva bogyó, tehát lecsolni Olyan egyszerű az olasz hogy hogyha végignézzük, és ugye nálunk, nálunk van paradicsom, van egy, egy nagyon ö, jó jó helyre, Paulo Petrének a paradicsom, egy kilós kiszerelésben van. És nagyon sokan megkérdezik tényleg, hogy jó, ezt most hazaviszem, ez tartósítószer színezékmentes, tehát felbontás után azért egy, mit nem három öt nap alatt fel kell használni hűtőbe tartva, de fel kell használni, mert nyilván nincs tartósítva. Hát mit csinálják a kilo paradicsommal? Megy a, csak hogyha csak azért, hát ennyi tésztát nem eszünk. Mondom, hát nem is kell. Miért nem csinálsz egy bruskettel Mondjuk a, kezdődik a, kedve, a szerencsekerék, mert szereted, csinálsz egy tálcár, egy pirítóst, meg tudod, ezt a paradicsom rá használni, és akkor azt úgy, tehát egy paradicsomnak nem egy felhasználási módja van, hanem végtelen. Csak hogy ezt, ezt ugye fel kell Ha ezt tudod, akkor ugye nem fog soha semmi rám romlani. Mert az, hogy megveszek egy kelbimbót, nem tudom felhasználni a kelbimbót, mert amúgy csak a húslévesbe szoktam tenni, vagy láttam, hogy tették. De amúgy, hogyha azt a kelbimbót, hogyha szépen lereszed, összevágod, nyázd belőle egy salátát is. Miért nem veszed meg nyersen? Nyersen is meg lehet tenni vagy a káposztát megeszed nyersen, azt is összevágod, azt is ugyanúgy a káposztát el tud készíteni salátának, nem csak párolva a mellé. Tehát ugye egy alapanyag felhasználásánál, itt az egészségtudatosságnál és a felhasználásnál minél kevesebb legyen idézőjelben a hulladék, azért, azért jó, hogyha egy kicsit tovább gondolunk mindattal, amit, amit idáig csináltunk, és hogyha ezeket ahogy említetted is, ugye a nyersnek, amikor még él a dolog, sokkal magasabb az energia, a vitamin, a -saját tartalma, nem páraljuk ki, nem főzzük szét. Hogy ezeket így fogyasztok, ezeket sokkal egészség. Itt, itt jön akkor elő az egészségtudatosság. A több, tehát, hogy egy alapján többféleképpen használunk fel nyersen, főve, párolva, de hogyha ezt végigviszik ezt a folyamatot, egyrészt nem lesz hulladék. Ami ugye nagyon fontos mai világban, hogy ne legyen, ne, ne dobáljunk ki semmit. Másrészt az egészségtudatosság, ami nagyon fontos számunkra. És hogy, hogy készíted el, mivel fűszerezel, engedd el a sót, hogy ne használj nagyon sok sót, de akkor mivel, akkor hogy csináljuk, hogy szedjük el, milyen fűszernövényeket használjuk. Van nagyon sok recept, van, de ugye nem lehet ráhúzni mindenkire, mert én hiába azt, hogy a, hogy a, a gránátalmával, teszünk bele, és akkor van egy kis édes íze, és ugyanúgy olaj, a lecette be lehet ízesíteni, még lehet hozzátenni más olyan salátaféléket, zöldségeket, de hogyha csak önmagában ezt elkészítjük, és rááltam a kis kelbimbót, az egy nagyon nagy élményt fog nyújtani. De amúgy a kettőt a soha nem párosítottad volna össze, azt mondod, hogy amúgy láttam a már, de most minek vegyem meg, mert tele van maggal, meg amúgy de így egy salátá viszont fantasztikus lett. Tehát egy picit, hogyha, hogyha azt mondjuk, hogy egy picit bátrabbak vagyunk, egy picit jobban Odafigyelők az alapanyagokra, egy alapanyag felhasználása nagyon sok rétű lehet. Említetted, hogy kevesebb sót fogyasztanak az olaszok. Ez biztosan így van, mert Magyarországon átlagosan egy napi ember átlagos sófogyasztása 15 g körül van. Ugye az, az nagyon magas. Még a közép-európai, illetve a nyugat-európai országokban inkább olyan 5 g körül van. Ugye, hogyha mégis nem, nem a só adja az ételeknek főként az ízét, mik azok a tradicionális olasz fűszerek, amiket ők kihagyhatatlanak tartanak például valamiből. Azt nem mondom, hogy a sót a száz ki kell hagyni. Nyilván a mértékletességnél, a só azért az jó, hogyha odafigyelünk. ha, hogyha, hogyha, azt nézzük, hogy a, az olasz konyha, de említhetném a magyar konyhát is, tehát ha, ha nem feltétlenül a só adja meg a, az ételek ízét, az, hogyha jó, tehát itt megint a minőségről beszélünk, alapanyag, minőségi alapanyag, hogyha olyan ö, fűszernövényeket használnak, amiket most már sok helyen be lehet szerezni, de a lestján például, ugye, hogyha ezt, ezt hívják a paraszt vegetának is, tehát ezt is lehet használni, a lestjánt miért nem használna, miért nem beszélünk, Le, ismerjük egyáltalán a de de ugyanúgy használtad a levesből, a húslevesben nagyon jó de ez inkább a fiataloknak szól, az idősebbek biztos, hogy ismerik. Tehát ha a fűszernövéket használjuk és az a fűszernövéket jól párosítjuk össze, akár csak egy tradicionális húslevesbe is, akkor el lehet engedni a sóhasználatot valamilyen szintig, azt, azt, azt azért nem mondom ki, hogy nullára le lehet vinni, de viszont le lehet csökkenteni a sóhasználatot, mert a fűszernövék, és az fogja megadni az ízét. Nyilván, hogyha olyan, olyan hús használunk benne, itt most a kapirgálós vissza lehet térni megint, vagy a saját általunk felnevet sertésre, vagy sorlatán végtelenség, ugye annak megint íze van. Tehát ugye azt, azt nem kell takargatni, hát azért eszük azt, mert annak íze van, mert annak olyan íze van, amely, hogyha beletesszük a, a a, zöldségeket, de az sem ugye túlzásban, mert ugye, hogyha sok répát használnak, vagy fehér gyökeret, vagy véletlenül belekerül egy pasztának, akkor édesebb lehet a leves. Tehát ugye megvan az a, az a a, az a mennyiség, a minőség alapjának, amit használunk. Ha keveset használunk, sem jó, ha sokat, akkor már nagyon elrontjuk. Tehát ugye nyilván meg kell lennünk az egészséges egyensúlynak a fűszernövényekben, a zöldségeknek, mindenben egy adott levesnél, és akkor lesz tökéletes, és akkor el tudjuk engedni a sónak használatát. Vagy illetve hát minimalizálni tudjuk a sónak használatát. Jól mondtad, hogy nullára valójában nem is lehet redukálni, hiszen, hiszen mindenben van nátrium, ami maga ugye a sónak, nátrium, klorid, ugye az a konyhasó lényegében, és nem is szabad, hiszen hogyha, hogyha nagyon minimálisra szorítanánk a sót, akkor a szervezetet elhagyná a víz. Azon nézőinknek, akik magas vérnyomással küzdenek, nekik viszont azért ajánlom, hogy ha lehetőség szerint próbálják meg, ahogy Szilárd is mondta, minimálisra szorítani a sót, de megtartva a jó ízeket, ez nem azt jelenti, hogy, 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 hogy legyen ízetlen, az étel, hanem próbáljanak meg akkor olyan alapanyagokat, amit ő is mondott, minőségi alapanyagokat, másféle fűszereket, jó ízkombinációkat kipróbálni, illetve érezni az alapanyagnak az ízét, ahogy ő is említette. Hiszen magának a, a egy jó tyúknak is a tyúk húslevesben megvan az íze. Teljesen más egy házi, mint hogyha egy boltit veszünk, teljesen más, hogyha frissen van vágva, mint hogyha régebben és mondjuk fagyasztották, vagy ilyesmi szerettem volna megkérdezni, hogyha valakinek, én még nem voltam egyébként, de ha valakinek megadatik egy olaszországi nyaralás, mi az, amit szerinted feltétlenül kóstoljon meg? Hát, hogyha nyaralni megyünk, akkor nyilván nem egy napra megyünk, hanem legalább egy hétre. Így, tehát Olaszország elég nagy. Tehát, hogyha a régiókra, tartományokra vagy megyékre lebontjuk Olaszországot, minden egyes tartománynak, régiónak megvan a, a maga a étele az, ami jellemző rá. Tehát innentől kezdve ugye a kérdésem az, hogy hová mész nyaralni. vagy ha hová mész nyaralni, majd ott akkor lehet segítséget tudok nyújtani abból, hogy mit kell megkóstolnod. Egyszerű példa ugye az, hogy Toszkánába mentek. A Toszkán konyha az, ami, miért említem Toszkánát? Én szerintem iszonyatosan hasonlít a magyar konyhára, de de, de nagyon-nagyon. Toszkának eszik a kis vadat, a nagyvadat, belsőséget. Ez nem jellemző egész Olaszországra. Toszkánába, igen. Azt mondom, hogy van levesük, hogy sokszor említik a levest, mint minestrone, és hogy az egész orosz, orosz, egy paradicsom levesük nincs, az egy, az egy ilyen kelet-európai kitaláció. A minestrone olyan, mint létezik, de, de nem feltétlenül leszik, inkább az is ilyen főzelékszerű, inkább, mint leves. Ugye ilyen a Toszkának a ribollitájuk, ami szintén inkább egy ilyen főzelékre hasonlít, de azért egy higab hígabb, hígabb Tehát, hogy a kis vagy nagy vad, belsőség, leves vagy főzelék, nem mi vagyok, anya tészta, hús, rengeteg kenyér. Ugye énetek nagyon, tehát hogy a, a, ha Toszkánába mész, ugye akkor a csingiále, ugye a vaddisznó, amivel ugye készítenek ők sonkától kezdve a ragú, rakott tészták, ugye lazanyák, vagy házi gyúrt tésztákból is ugye ragút készítenek, ez meg kell kóstolni, tehát ugye az, az nagyon jellemző, az, az tipikusan, uh, tipikusan toszkán. Vagy van egy sertésük, ez a csinta szenéze, fajta, ami amiből ők a sonkájukat készítik, és érelik természetesen ugyanúgy, mint ahogy Pármában, de ez azért mégis ott más ízek jönnek elő, meg ugye maga a sertés. Ugye érdemes ugye megkóstolni akkor a sonkájukat. Tehát, hogyha fel kellene építenem, akkor van egy ilyen ízelítő, egy hideg. Ugye vannak a toszkán sajtok, mert hány régió, annyi hús készítmény, annyi sajt. Összességében beszéltünk közel 400 féle sajtról a országban. És azt hiszem, kóstolja sajtot. Oké, milyen sajtot? Friss sajtot, félkemény sajtot, érlelt sajtot. Tehát, ugye azért, ez tehát azért, hogyha el, egy régióba ellátogatunk, tehát hogyha azt, hogy utazást tervezünk Olaszországba, és azt mondom, hogy, hogy itt, amém, a Triesznél bemegyünk, és ugye lemegyünk meginni egy kávét, mert még ugyan vezetünk, akkor a Triesz bárja meg, kóstoljuk meg az Illi kávét, ugye Illi Ferenc, mint tulajdonos, azt Kolozsvári Uh, úriember, aki eljött a Trieszbe, ő alapította meg ezt a céget, van magyar vonatkozása, meg lehet kóstolni. De már ott vagyunk, akkor menjünk el Kormonzba, ott van egy, ez egy kis település, a Tokajnak testvérvárosa, van egy család, ez a Doszválló család, akik sonkát készítenek, magyar recept alapján készítik a sonkát. Érdemes megkóstolni, tehát volt, meg van is tradíciója a magyar sonkakészítésnek, csak valahogy feledésben merült, vagy nem készíti. De hát érdemes, ez csak egy megálló, és innen megyünk tovább, ez Kormosz, ugye ez ilyen, nagyon egy ilyen szlovén, ö, olaszos kis keveredés, de ugye van sok magyar vonatkozás, hogyha erre vagyunk kíváncsiak, és utána elindulunk befelé, és ugye ott Velence. Ugye Venéttól, mint el, a Venetobb átmegyünk, mert ez egyik leggazdagabb tartomány. Ugye mi a legazabb tartomány, ott ugye olyan alapanyagokat használnak, olyan termékeket állítanak elő, ami iszonyatosan gazdag, mint jészakorzás, mint vidék. Tehát innentől kezdve a, a sajtok, a húskészítmények, a tészták, minden. És hogy milyen ragú. Mert ugye az, hogy van egy a Genovese, ugye, az nyilván el kell menni oda, hogy az eredetit megkóstolt, mert ugye onnan jött, azt nem Szardínián fogod kikérni. De Sardinián készítenek olyan sajtot, ami, amit be akartak tiltani, mert mind, legyek beköpik, de mindegy, szóval egy, 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 fantasztikus, én magam még nem kóstoltam, nem azért, mert nem akartam, mert nem volt szerencsém, de megfogom. Tehát, hogyha el akarsz menni akkor visz, ezt a sajtot kóstold meg. De az ő kenyerük, ez a papírvékony kenyerük, amik ők esznek, az csak ott van. Tehát ugye, ha a tradíciót végnézzük tartományoként Olaszországban, nem az, hogy elmegyek valahová, és ott meg tudom kóstolni egész Tehát ilyen nincs. Ilyen nincs. Lehet, hogy találsz most már éjszakon római pizzán, de még mindig azt mondom, hogy ha római pizzát akarsz enni, akkor menjen el Rómába. Minden Szányál egy. Vezet. Ilyen. Hogyha nápolyi pizzát akarsz enni, akkor nyilván érdemesebb elmenni, akkor Nápoly, hogyha a, szülővárosa, el kell menni. Nyilván kirándulás, vezú, el lehet menni sok helyre, Hogyha, ha ugye történelmileg nézzük, vagy ha, ha nem csak gasztronómiai oldalról nézzünk Olaszországba, akkor iszonyatosan sok látnivaló van. De az, hogy gasztronómiáról beszélgessünk, azt egy tartományon belül nagyon nehéz megvalósítani. Tehát azért azért nagyon kell mozogni. Hát és ott a tenger, amit kiszednek a tengerből, a halak. Tehát az is nagyon-nagyon sok sokrétű az, hogy most kérsz egy előételt, és nyersen kéred, é, vagy sütve kéred. Tehát ugye ez is már, vagy nyersen előételt, először is adtam, furcsa volt, de mégis ugye olyan, olyan rákokat önöket tudsz megkóstolni, mi, beszéltünk a, a nyárs és mennyire egészséges, és hogy mennyire fontos, akkor pont itt van, tessék ez is. Tehát tudod így is kérni, úgy is kérni. Elmész egy halas étterembe, azt kizenek nyilván nyitottnak kell lenni, de fantasztikus dolgokat tudsz megkóstolni. Úgyhogy ez, erre így válasz, hogy mi az, amit kóstoljak, még országból utazok, ez így nagyon nehéz, melyik régiót fogod meglátogatni. A régión belül Ugye van egy ilyen regionális konyha, amit természetesen érdemes, ott az ottani termelőkkel érdemes elmenni. Tehát öh, venni azt a bátorságot, hogy ugye ki kell mozdulni azt, hogy most hiába szálladában vagyok, de el akarok kóstolni, akkor a el kell menni termelőköz. Nagyon szívesen fogadnak mindenkit. Ahová ki van téve, hogy tábla, hogy olaj, bor, olja, vino, az a bátra be kell menni. Otthon van a gazda, fogad mindenkit, megkínál, meg lehet kóstolni, lehet venni egy-egy házi préselésű olívaolajat, ami olyan, hogy hogy atya úristen, ugye nem, ez az ipari. Tehát ugye ezeket mind-mind-mind, tehát ezeket meg kell kóstolni, de a hány hely. Elindulok a gardától, veszek olívalat és elmegyek pulyáig olívalajat venni, hát óriási különbség lesz. Totta teljesen más. Olívalajról beszélgetünk. Csak egy termékről. Tehát így nagyon nehéz azt mondanom. Én azt mondom, hogy ha nyitottnak kellene és meg kell kóstolni egy kicsit mindent. Tehát ugye azt, hogy mert ugye azt, amit nem bentem és hogy egy, egy tál ételbe be kell mutatnom az anyukámot, tehát az, hogy nagyon nehéz. Hogyha azt mondom, hogy háromba vagy négybe, akkor már sokkal könnyebb helyzetünk van. Ez az olasz konyha is ugyanilyen. De mondom, ez nagyon ilyen regionális dolog, de, de nyitottnak kell lenni, és, és bátornak ahhoz, meg kell kóstolni mindent. Tetszett ez a válasz, hogy meg kell kóstolni mindent. <laughs> Még egy utolsó kérdésem lenne, hogy most, hogy olasz konyha napja lesz ugye január 17-én, készültök-e valamivel, valami különlegességgel, mi fog itt az asztalra kerülni, valami speciális menü esetleg? A speciális menüvel nem készülünk, nincs uh, ilyen speciális menünk, ugye nagyon sok termékünk érkezik Olaszországból, ez ugye ez egy ízelítő, meg tud jelenni akár egy ilyen hideg előételbe, egy ilyen ízelítőbe, de akár a pizzán is, uh, azon még nem gondolkoztunk, lehet, hogy ilyen fel, uh, fel fog kerülni egy idézem egy különlegesebb pizza, de az jó lenne, hogyha lenne hozzá valami frissebb alapanyag. De hát most ez az idő sajnos nem engedi meg az. Nagyon várjuk a tavaszt, ilyenkor már azon bennünk, hogy már azért mozunk, azért hogy jöjjön a tavasz, hogy legyen friss, legyen friss dolga, ami ezt hozzá lehet nyúlni. Mert az, hogy most csinálják egy vargányagombás pizzát, de mire itt vargányagombát használják hozzá, nagyon nem mennék bele. De hogyha van egy nagyon jó sonkám, egy, -egy kolatellom, ami egy nagyon-nagyon magas minőségű sonk, és azt össze pályátan, össze tudnám párosítani egy jó vargányogombával, amit előtte lepirítanak a konyhába, és ezt felteszem ajánlatba, ez egy szenzációs jó dolog. De egyrészt jelenzik hozzá ez a vargányogomba, illetve kezdve bukó, hogyha ez nem fog felkerülni. Tehát különleges menüvel nem készülünk. Mi nyitottak vagyunk, tehát hogyha bárki érkezik hozzánk és szeretne nem találja, nem talál őt az étlapon, amit ő szeretne, de nyilván a, olyan tésztát szeretne, mert húsmentesen érkezik, most épp húsos tészta van, de ő nem szereti a csak a pennét szeretek, akkor nyilván ezeket elkészítjük, ebbe, ebbe, van rugalmasság, hogy ezzel nem szokott gondolni. lenni. Hát Szilárd, nagyon szépen köszönjük, hogy nyilatkoztál az egészségfejlesztési irodának, és remélem, hogy a nézők is úgy gondolják, hogy ez egy tartalmas beszélgetés volt, tudtak belőle tanulni, egy kicsit az egészségtudatosság felé is elvittük a dolgot. Beszéltünk az olasz konyháról eléggé részletekben menően, nyilván erről még napokig tudna beszélgetni velünk szilárd, de sajnos most a műsoridő ennyi volt, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a megtekintéseket.